Megtartotta alakuló ülését az Országprojekt Bizottság, amelyet az elnöki hivatal hívott életre. A bizottságba a parlamenti pártok két-két képviselője, illetve az elnöki hivatal által kiválasztott különböző területek szaktekintéjei kaptak meghívást. Az Országprojekt Bizottság első ülésén Klaus Johannis államfő elnökölt. A testület nem politikai stratégiát, kormányzási programot dolgoz ki. Célja sokkal általánosabb, hogy felvázolja azt az utat, amelyet Romániának követnie kellene az elkövetkező években, évtizedekben, ahhoz, hogy sikeres legyen. Johannis elmondta, a bizottság valamennyi tagja felelősen állt neki a munkának. Toci, Mindannyian nagyon jó ötletekkel, felmérésekkel érkeztek, és hiszem azt, hogy hasznos időben rendelkezünk majd egy országprojekttel Románia számára. Szükségünk van arra, hogy Romániának legyen egy jövőképe, és ez lesz az országprojekt. Avem, nevoie de o viziune. Az RMDS részéről Winkler Gyula európai parlamenti képviselő és Korodi Attila országgyűlési képviselő vesz részt a bizottság munkájában. Feladatuk az általános jóléti elképzelések mellett, hogy a dokumentumban helyet kapjanak azok az elemek is, amelyek révén az erdélyi magyarok is otthon érezhetik magukat szülőföldjükön. Igen, ez a dokumentum a száz éves évforduló után egyértelműen meg fogja határozni Romániának az arculatát, és nem mindegy nekünk, hogy mi lesz benne. És azt reméljük, hogy a mi jelenlétünkkel ezt jó irányba tudjuk terelni, de nem lesz könnyű. Korodi Attila figyelmeztetett, az első elhangzott megállapítások és kezdeményezések akár olyan irányt is szabhatnak az országprojekt kidolgozásának, amely nem biztos, hogy kedvező a magyar kisebbség számára.